Nemrég fölhívott egy sikergurú, és arra kért, hogy olvassam el a könyvét, mielőtt a nyomdába megy. Úgyhogy elmondom, mi volt a tapasztalatom, és elmondom, hogy mit tudsz ebből profitálni. Üdvözlök a mai napon a sikervitaminban, amely segítvállalkozásod fejlesztésében, vagy egy új vállalkozás elindításában, vagy ezen könyvvel a felvirágoztatásában. Tudnélik, nagyon sokszor találkozom avval, Mastermind csoport is felmerült ez, jó-jó, tök jó lenne, én is csinálnék blogot, vagy videót, vagy föl tudnék tenni érdekes eseteket, sztorikat a weboldalamra, de nem értek én ez, nem vagyok ilyen író, nem tudom, hogy hogyan kell az ilyet csinálni, nem értek hozzá. És igazából van egy pár, talán Magyarországon is kiadtak egy-két könyvet, nem tudom, valamiben én is beleolvastam, nem mondom, hogy annyira tetszett, mert úgy tűnt, hogy sok esetben az írók, és most senki ne vegye magára, általánosságban beszélek, úgy csinálnak egy ilyen könyvet, úgy írnak egy könyvet, hogy a szakértelmük kiviláglodjon belőle. És ezzel szemben ez a hölgy, akit én sikergurunak neveztem, mert az egyébként, ő a sikerguru, így keressél rá, siker.guru, az Anita, ő csinálta meg azt, hogy összeszedett és összeállított egy olyan könyvet, amit, meg mindjárt felolvasom, hogy hogyan jellemeznek, két ajánló is. Az egyik, ha történetet szeretnél írni, de nem tudod, hogyan fogjál neki, mert azt gondolod, hogy ihletre vagy múzsa csókjára van szükséged ahhoz, hogy jó legyen, akkor Anita könyvéből számodra is kiderül, hogy a történetírás tanulható. Ezt nem akárki írja egyébként, Vida Ágnes, biztos ismered, a Gazdag Mami, egy nagyon profi, nagyon komoly marketing és vállalkozásfejlesztési szakértőnek számító hölgy. És van még egy nagy tekintélyű szakértés, aki írta valamit erre a könyv hátsó borítójára. Én azokat a könyveket szeretem, amelyek pontosan megmondják, hogy mit kell tennem, és egyben hatalmas motivációt adnak, hogy azonnal elkezdjem. Anita könyve pont ilyen, mindenkinek van saját sztoria, de kevesen tudják azt jól elmondani. Ez a kézikönyv bárkit megtanít arra, hogy profi sztorit írjon, és ezzel megszerezze az emberek figyelmét és bizalmát, hiszen minden benne van. A jól megírt sztorid kiemelkedő segítség lesz a személyes és a céges sikeredben is. Olvasd el, és azonnal kezd el használni a megszerzett tudást. Ezt ráadásul egy másik nagyon híres sikergurú írta, már bocsánat, hogy ezt mondom magamról, ezt pedig én írtam. Úgyhogy, tudod, nem nagyon szoktam egy könyvet ajánlani, és most se fogok feltétlenül beszélni sokat a könyvről, mert tényleg jó. Erről nem kell beszélni. De sokan szoktak ajánlani könyvet valamilyen érdekből, pénzt kapnak érte, vagy bármit. Ez hiteles, nem hiteles, te döntsd el. Én egy dolgot tettem, amikor elolvastam, és beszéltem az Anitával, hogy most jön ki a nyomdából. Én rendeltem 15 darabot. Tehát mindenkinek a Mastermindban én magam, tehát magyarul a cégünk, megvette ajándékba ezt a könyvet, mert annyira jónak tartom. Az én életemben eddig 10 vagy 15-nél több könyvet egyszer vettem, Kiyosaki könyvét, amit barátaimnak vettem meg. Ez volt pontosan 18 évvel ezelőtt. Akkor is megvettem meg a Bagolyvárral és a Gyurival. És most történt másodszorra, hogy egybe 15-öt megvettem azért, mert olyan fontosnak tartom, hogy minden Mastermind klubtagnak meglegyen ez a könyv. Ezt kaptak ajándékban, amikor jöttek a hajóra. Szóval én azt gondolom, hogy ennél hitelesben nem tudom elmondani neked, hogy egy marha jó könyv. És ahogy írtam a külszövegbe is, hogy gyakorlatilag nem szeretem azokat a könyveket, amik ilyen száraz elméletet mond. Ez egy sztorin alapszik. Nem szeretem azokat a történet, vagy azokat a szakkönyveket, amelyekből úgymond meg kell fejtenem a szakkifejezésből, vagy indirekt utas, hogy mit is kéne csinálnom. Itt le van írva. Tök egyszerűen le van írva. Úgyhogy a könyv címe Storytelling tudománya, és Andrade Anita írta, aki egyébként a siker.guru. És ha meg szeretnéd rendelni ezt a könyvet, akkor arra kérlek, hogy rendeld meg a videó alatti linken, hogy tudja az Anita, hogy én ajánlottalak téged, és én is tudjam, hogy hányan vagytok, akik követitek ezt a tanácsot. Mondom, a Mastermind csoportban mindenkinek van. Nekem ráadásul van még egy dedikált példányom is, és németül dedikálta az Anita. Szóval,
És ráadásul állok két titkot még, de csak ilyen előzetes titok, csak te neked, hogy te tudjál, de ne áruld el. Az Rintával van egy nagyobb projektünk, amit tervezünk, de majd nagyot fog szólni, de még korai erről beszélni. És hát nem csak ő írt egy könyvet, én is. Úgyhogy ez is folyamatban van. És természetesen, ahogy ismersz engem, de ezt majd nem van a következő videóban, jó? Maradjon valami holnapra is. Szóval holnap beszélünk a könyvről, a könyvemről. Nem árulok el minden, de egy pár dolgot, igen. Úgyhogy szerintem most kattints a videó alatti linkre, és rendeld meg ezt a könyvet. Én megtettem, megvettem és kifizettem minden egyes Mastermind tagnak. Ennyire hasznosnak gondoltam. Ha te megteszed, hogy megveszed magadnak, barátodnak, munkatársaidnak, vagy akár ajándékba majd, egy szülinapra azt gondolom a legértékesebb dolgot adod. Én ezt gondoltam egyébként akkor, csak amikor kijössz a könyvet, megvettem. Ha milliókat adnék, az se érne annyit, mintha egy tudást adok a kezükbe. És ez a második könyv, amit megvettem ajándékba sok embernek. Úgyhogy ez egy ajánlás. Kérlek, a linken rendeld meg. Szeretném tudni, hogy hányan vagytok, akik néztétek ezt a videót és hallgattatok a javaslatomra. Ez én kíváncsiságomat jelenti, meg az Anitánál látnám. Úgyhogy sok sikert kívánok neked, ez a mai napi gondolat, hogy nem elég, hogy van egy jó sztorid, el kell tudnod mondani. Sok sikert, ciao!